A Komáromi Városmarketing Kft. Nevében köszöntöm Komárom oldalának nézőit. A Szőnyi Városrészből jelentkezünk ma, a Petőfi Sándor Művelődési Házból, és Nyikus Anna népi iparművészt kértük meg arra, hogy egy-két kreatív ötlettel segítse a családokat és minden érdeklődőt. Mivel készülhetünk húsvétra, mivel tudjuk szebbé, dekoratívabbá tenni az ünnepeket, saját magunk által készített ajándékokkal, ötletekkel. Mivel készültél, Anna? Én azt gondolom, hogy ez a húsvét is a családoké lesz, mert hogy nem nagyon mennek majd locsolni a fiúk, mert hogy mindenki vigyáz magára és a másikra. Olyan ötleteket hoztam, amivel igazából könnyen meg lehet csinálni, részt vehet benne az egész család, a legkisebb gyerektől a legfelnőttebbikig, és azt gondolom, hogy a hagyományokat is őrizzük, így a nyuszi és a tojás az, ami a húsvéti ünnepkörnek a meghatározója. Anélkül nincs húsvét, és hogyha a család tojást fest, akkor még a fiútagokat meg is tudják ajándékozni vele, tehát a szokás, a népszokás, mert a hagyomány továbbvitele azért megmarad. Azt gondolom, hogy ami tényleg összefogja a családot, az mindig a társas játék. Tehát ha visszaemlékezem a gyerekkoromban, akkor a karácsonykor, húsvétkor mindig társas játékoztunk. Ezek a játéknak mi a lényege, Anna? Ez egy memóriajáték. Memóriajáték. Tehát a mintákat kell megjegyeznünk és felismerni. Hogy alkalmazkodjunk a húsvéthoz. A gyimesi tojás minták vannak a kártyákon, és annak a párját kell megkeresni. Dupla haszna van, mert megismerkedik a család úgymond a mintákkal, az elnevezéseikkel. Sőt, hogyha megrajzolja a kreatív szülő, akkor a kisgyerekek ki is tudják színezni, hogy ezeket a mintákat tovább tudják. És akkor ennek a jellemzője ez a 4-es-8-as osztás? Igen, a legősibb mintázási forma, amikor részekre osztják a tojást, és azokba visszatérő, ismétlődő minták vannak. Tehát az osztásoknál ismétlődnek ezek a minták. Már találtam párokat. Igen, az a csodálatos, hogy te ezeket a gyimesi mintákat varázsolni is tudod tojásokra nyilván, tehát ezért gyakorlat kell. Jellemzően milyen tojás, tehát mielőtt még megmutatnád, hogy mivel készültél, a tojásfestést ugye említetted. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok film van fönt a neten, amivel ha valaki szeretné a technikát megtanulni, akkor vagy tojást festeni, akkor meg tudja azáltal. De azért említsük meg, hogy a legősibb tojás minták azok a karcolozott tojások voltak, amiket például a gyimesiek készítették, az gicával és mélyviasszal rajzolták, és ugye egyszínű, de készítettek többszínű tojásokat is, mert akkor meg különféle festőlébe mártották őket, és akkor lehetett több színt is. Anna, segíts, melyek azok a természetes festőanyagok, amelyeket otthon is megtalálunk? Leggyakoribb a vöröshagyma levele, ugye az minden háztartásban, de a sóska, cékla, tehát kurkuma, tehát ami fűszernövényként vagy fűszerként fog, azzal mindennel festettek. Akkor még egyszer a portál nevét áruld el, hogy hol találunk kiváló tojásmintákat. Magyarvagyok.hu, hagyományok, és a húsvéti hagyományokra, ha rákeres, akkor ugyanígy a tojás díszítésnek a technológiáját leírták, megtalálja, és 300 minta van, tájegységenként változó. Itt is, hogyha megnézzük, akkor ezek a szép színesek, ezek szlovák nyelvterületről kerültek ide, azok nem magyarok, de érdekességként, hogy a magyarok azért azok visszafogottabbak, a szlovák tojások pedig sokkal színesebbek, mint általában a viseletük, és
Na, hogyha elkészítettük a tojásokat, meg díszítettük, akkor valamibe azért érdemes belehelyezni ezeket a tojásokat. Erre is hoztál ötleteket, többet is. Hoztam ötletet, méghozzá ugye az újrahasznosítás híve vagyok, és a újságból készített papírvessző, amiből ezt csíkokra vágjuk, ilyen 2 centis csíkokra vágjuk, és akkor egy vékony pálcára, hegesztő pálcára, mert az ugye vékonyabb, mint a hurkapálca az azért ehhez vastag, föltekerjük, és ebből tudunk ugyanúgy dolgozni, mintha vessző lenne. A kosárkához 4 vesszőt veszünk, átlósan mindig keresztbe rakjuk. Mint a valódi kosár. Mind a valódi kosár, igen, hát csak nem mindenkinek evidens az, hogy kezdődik. És itt megkötjük, és utána 2 szál vesszővel, úgy, ahogy valóban a kosarat fonjuk. Tehát mindig keresztezzük, és úgy haladunk tovább. A hurkapálcával nem lehet csavarni, az csak a vastagsága, az nem hajlik, tehát nem lehet. És ezt így keresztbe kell mindig fordítani, és akkor ezek a úgynevezett karószálakat befonjuk ezzel a fonással. Itt már egy kicsit tovább haladtam vele, és amikor elérem a kosárnak a magasságát, ez nem egy oktató gyorsaság, ugye? Igen, majd visszanézhető, hogy azért is jók ezek a videók, hogy többször meg. De erről is talál oktatófilmet, úgyhogy ezzel már nem kell nekünk itt fél órát, és a 4-4 szálat összefonom 2 oldalra, amikor elkészül a maga, összefogom, kötöm, agyusztálom kis papír, akár kreppapírból lehet műfüvet csinálni, kis szallaggal, és akkor beletenni a tojást, amit majd feltételezhetően szépre fognak festeni. Ugye azt mondtad, hogyha valaki még bírja cérnával és türelmes, akkor még akár nyúlat is készíthet. Akkor ezzel a technológiával nyuszit is csinálhat, tehát elkezdtem. A kosár alja lesz a nyuszi feje, papírból rajzol egy nyuszi arcot, és 4-es vonással csinál neki fület. Ezt ide bele lehet dugni, mert hogy könnyen, tehát papír, és akkor ide a lyukba bele tudja majd a fülét dugni, és majd a másikat is meg kell csinálni. Szalaganyakába, és kész. Na és ha már a nyuszi szóba került, hát akkor bejöttem, mindent ezt vettem észre, ez nagyon aranyos, bájos, kedves. Igen, hát a textil az mindig melegebb, meg ember közelibb, úgyhogy ez egy egyszerű kis 8x8-as anyag, termóanyag, tehát valami, vagy akár lehet műszőr is, az egy kicsit nehezebb dolgozni, ez a termóanyag a legjobb, de másfajta anyagból is meg lehet csinálni, tehát ebből nyuszisabb lesz. Egy négyzetet kell, ez egy 8x8-as kis négyzet, és a felénél, tehát a felénél, ez elről, egy egyenlő szárú háromszög. A háromszöget fércelő öltéssel körbevarom. Úgy kell indulni, hogy a viszintesnél indulok, föl a csúcsig, utána vissza, ezt összehúzom, és akkor kialakul a feje. A fejébe teszek egy kis szőszmözt, vagy valami puhanyagot. Olyan végtelen egyszerűnek tűnik, ahogy így mutatod, és magyarázod, és gyorsan csinálod. Ja, bocsánat. Nem, gyorsaságért. Nem. Kopizmus. Az időpénz.
Mindenki siet, annak ellenére, hogy igazából nem tudjuk, hogy... Nem, arra próbáltam célozni, hogy annyira profi vagy, és annyira gyakorlod, hogy a villám gyorsan megy neked. Tehát így kialakítjuk a fejét, és ugye itt következik az, hogy megrögzítjük, tehát itt le kell varni, és akkor a háta részét összevarjuk itt. Összevarjuk, ezt is kitömjük, és akkor ezt a kicsit mutatom. Kitömtük, itt hagyunk egy kis anyagot, hogy ez lesz a nyuszinak a farka, és három gyöngy, kis szalag, és mehet a bokorba. Mehet a bokorba, ami a bokorba. Vagy ez milyen papír? No, hát ez egyszerű. Egy ominózus WC papír guriga, egy muffin konyhából ragaszt, és akár kreppapírból kicsit fölvágni, és akkor beleragasztani, és már is kész. Kész a nyuszi. Még csodálatos mintázatú tojásokat láthatunk itt a rögtönzött aranyvesszőből tojáspádon. Mire ismerhetünk rá ezekről a mintákról? Mitől lehet ismerős? Igen, hát mostanság ugye annyit foglalkoztam a komáromi ládával, hogy mindenhol visszajön a komáromi ládának a motivuma vagy az anyaga. Ezek fa tojások, amik a komáromi láda legjellemzőbb mintája, a pöttyözés, úgyhogy ez a kedvencem, a pöttyögetett virágocskák, amik díszítik, és ettől egy kicsit már komáromi. És ebből készítettem egy ablakdíszt, ezt megmutatom nektek, ami ugye mind a két oldalán meg van festve, és egy egyszerű kis tulipános szalag, itt is ez a műfűnek nevezett, ez egy érdekes kreppapír. Ilyet nem nagyon, de a normális kreppapír is jó, vagy ami még szebb, rafia. Tehát rafia, és akkor azt ide kötni alá, és az ablakba egy picit húsvétot varázsol. És itt a klasszikus piros-fehér jött vissza. Anna, nagyon szépen köszönjük a kiváló ötleteket, hát bízunk benne, hogy nagyon sokan kipróbálják majd, és elkészítik otthon ezzel is emelve az ünnepfényét. Annával majd nem videós podcast, hanem webálisan podcast formájában még találkozhatnak a Komárom oldalának nézői, hiszen a húsvéti népszokásokról beszélgetünk majd később. Köszönjük szépen, és nagyon szép ünnepet kívánunk. Nagyon szívesen mindenkinek, nagyon boldog ünnepet kívánok, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és nagyon jó játékot kívánok a memória játékhoz a családoknak. Köszönjük szépen, viszontlátásra!